Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this town when she's gone.
Kovács Tamást, Debrecen hangja 2013 nyertesét a Kovács Kovács Ben és a Pébusz zenekarok énekes frontemberét hallottuk. Még a végén fog szerepelni. Ezt hogy megadta a ritmust a mai napra, illetve a elkövetkező néhány napra. Köszönöm szépen. Ebben az évben is hagyományosan, ugye 14. alkalommal a Hajdúszoboszlai Kovács Máté Művelési Központ és Könyvtár a Debreceni Székely és utcai pedagógiai intézet és a szintén Debreceni Székely Rohamon Egyesület meghirdette a országos középiskolás diáktálatot. A szokásos módon megtörténtek a alkotások zsűrizése, és most már mondhatom, hogy hagyományosan a Országos Közoktatási Szakértői Konferencia nyitó rendezvényeként kerül sor a díjátadásra, illetve a beérkezett alkotások értékelésére. Ebben az évben közel 300 alkotás érkezett be, ez körülbelül nagyságrendileg egy harmaddal kevesebb, mint az előző években megszoktunk. Ennek nyilván több oka lehet, többek között itt áll előttem Dombi Géza tanárról is, aki nyugdíjba vonult ebben az évben, úgyhogy sajnos azok a nagyon szép exhibiszek most hiányoznak erről a kiállításról, és még vannak néhányan, például az egriek nem küldtek a alkotásokat. Közel 200 alkotó diák küldött be alkotásokat, 198-an, 30 felkészítő tanár, 16 településről, 18 iskolából, 133 diák alkotása van kiállítva, itt és a művelési központban, a kiállított alkotások száma 183 darab. És ezúttal is itt van közöttünk, határon túlról Kassáról érkeztek diákok, a kísérő tanárok, őket is külön köszöntöm, ahogy minden alkotó diákot és felkészítő tanárokat. Először a rendezők nevében megkérem Berényi Szia Ilona igazgatónőt, a Hajdúszoboszlai Kovács Máté Művelési Központ és Könyvtár igazgatóját, köszöntse a megjelenteket. Jó napot kívánok, kedves vendégeim, kedves diákok! A társszervező Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár munkatársai, és természetesen a magam nevében is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 14. Országos Középiskolai Képzőművészeti Diáktárnak díjkiosztással egybekötött kiállítás megnyitóján megjelenteket. Tisztelettel köszöntöm a felkészítő tanárokat, köszöntelek benneteket, diákok, köszöntöm a hozzátartozókat, barátokat, iskolatársakat. 2006. októberében kezdődött a Debreceni Suri Szervész Pedagógiai Intézet és a Közművelődési Intézményünk közös projektje, melynek népszerűsége az évek alatt folyamatosan erősödött, és mi már 14. alkalommal vagyunk így együtt szervezők, és közösen örülünk a mindenkor beérkező újabb és újabb alkotásoknak, melyek az ország különböző középiskoláiból érkeznek, és a határon túlról is néhány év óta. A diáktálat rangját emeli, hogy a kezdetektől kísérő rendezvénye az Országos Közoktatási Szakértői Konferenciának. Én itt és most gratulálok a konferencia szervezőinek, hiszen évről évre hihetetlen energiával, szakmai felkészültséggel és elkötelezettséggel szervezik ezt az országosan is egyedülálló, és mondhatom, hogy már gigantikussá nőtt konferenciát, amelyhez jó munkát kívánok a szervezőknek. 14 év a diáktálat története. Az eltelt időszak is azt igazolja, hogy szükség van tehetséggondozó programokra, melyben a fiatalok aktívan vesznek részt, megmutathatják kreativitásukat, kifejezhetik a művészet eszközeivel a saját és sajátos világlátásukat.
A mi intézményünk is több tehetséggondozó programot biztosít a fiatalok számára. Néhány hét múlva várjuk a középiskolásokat az Északalföldi Légióból a Szépelvő vers és prózabondó versenyre és a hangfoglaló rocktehetséggondozó programra, amelyben Kovács Tamás, a mi Tomikánk, ha szabad így mondanom, azt gondolom, hogy igen, nagyon sok sikert ért el, és eljutott a zenekarával és egyénileg is az országos döntőig. Készülve a mai napra, én is végig gondoltam az elmúlt 14 évet, sok-sok emlék, sok-sok öröm és sok-sok alkotás kötődik ehhez a rendezvényhez, és nem nagy megállapítás, igen, 14 évesek lettünk, a középiskolás diáktárlat is középiskolás korszakba lépett. És azok a diákalkotók, akik 2006-ban még diákalkotóként részt vettek, a mai mára eljutottak talán oda, hogy ők is a képzőművészettel, vagy mint tanárok továbbadják művészeti tudásukat, segítve ezzel a következő nemzedék, következő generáció tehetségének kibontakozását. Ahogy említette igazgató úr, ebben az évben is rangos zsűri értékelte az alkotásokat, rövidesen hallhatjuk az értékelést, és sor kerül a diákadásra. A kulturális központ részéről én tisztelettel megköszönöm a felkészítő tanárok munkáját, köszönöm a diákok alkotását, külön tisztelettel és szeretettel gratulálok a díjazottaknak. De azt gondolom, hogy az igazi nyertesek mi vagyunk, mi a közönség, akiknek szíve, lelke megtelik örömmel, miközben ezeket az alkotásokat nézhetjük. Én egy Vahorn András idézettel szeretném a köszöntő gondolataimat befejezni. Az öregséggel járó tapasztalat nem használ a művészi invenciónak. Az ugyanis a fiatalok dolga, akiket épp tudatlanságuk segít abban, hogy sokkolóan újszerű művekkel reagáljanak a korra. Sok ilyen sokkoló művet kívánok még magunknak, és nektek diákok. Köszönöm a figyelmet! És még megkérem Szűs Tibort, a Művészeti Szakközépiskolák Szövetségének elnökét, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyakorlóiskolájának igazgatóját nyissa meg a kiállítást. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a lehetőséget. Én úgy gondolom, hogy sokan önök közül már, illetve mi már ismertek, hogy másokkal találkoztunk, hiszen független attól, hogy én egy szakmai szervezetet vezetek, ami országos szinten az iskolák művészeti tevékenységeivel foglalkozik, illetve az oktatási szervezéssel, és azon túl, hogy a Képzőművészeti Egyetem gyakorló iskoláját vezetem, ami hát nem kis feladat. Én nyilván a szakmai pozíciómnál fogva is nagyon sokat járom az országot, és megpróbálom magam elhelyezni az ország térképén, hogyha nem találkoztunk volna, vagy van olyan kollega, aki nem ismer még. És ugye rendszeresen járok szakmai vizsgákra elnökként, tehát mondjuk azért Pécs, Szombathely, Szeged és Nyíregyháza, Debrecen szögekben látom, hogy mi történik az országban művészetoktatás területén, illetve mi történik az országban ott, ahol nincs kifejezetten művészetoktatás. És mindig nagy örömmel jövök ide, tehát itt vagyok már azért egy pár éve, most kaptam azt a megtisztelő lehetőséget, hogy én nyissam meg ezt a kiállítást, de évek óta látom, hogy itt mi történik és milyen színvonalú anyag kerül kiállításra. És az egy külön érdekessége ennek a rendezvénynek, hogy nem csak, idézőjelben teszem, művészeti szakgimnáziumok vagy művészetre specializálódott iskolák állítanak ki. És a kiállítási anyag mindig egy nagyon érdekes koherenciát mutat, és nem különülnek el egymástól azok a munkák színvonalban, felfogásban és pedagógiai módszertanban,
amely diákok mondjuk egy gimnáziumba járnak, és amellett egy rajzfaktra, vagy mondjuk művészeti szakgimnáziumba járnak, festő, grafikus, szobrász, stb. Szakokra. Tehát ennek a rendezvénynek ez egy nagyon nagy erőssége, hogy egyrészt egy országos konferencián jelenik meg. És egy nagyon heterogén iskolai anyag áll össze egyfajta országos körképé és egyfajta szó szerint látványá. Én ezt pedagógiailag is nagyon izgalmasnak tartom. Ugyanis, hogyha valaki szakértő szemmel sétál végig és nézi meg ezeket a képeket, akkor nyilván ő meg tudja rögtön fejteni ezeket a képeket. Milyen feladat állt mögötte, milyen tanmenet volt mögötte, az adott tanmenetnek melyik feladatából származik az adott kép. Egy szakértő szem azonnal megmondja, hogy az adott kép mögött milyen tanár áll. És azt hogyan instruálta, hogyan vezetgette azt a tanulót, hogy ez lett a végeredmény. És azáltal, hogy ez a rendezvény ide egy ország, tulajdonképpen az ország legnagyobb pedagógiai konferenciájára szerveződik, ez egy hallatlanul izgalmas tanulmány is egyben, egy vizuális pedagógiai módszertani tanulmány, és biztos vagyok benne, hogy itt a tanárkollégák is nyilván ilyen szemmel nézik a képeket, és ez azért is egy nagyon izgalmas és egy nagyon fontos helyzet, mert ezen a folyosón igenis, hogy több ezer ember végig fog sétálni, és olyan emberek, ugye, akik az oktatás irányítás akár felső rétegéből származnak, államtitkárok, helyettes államtitkárok, szakértők, igazgatók, vezetők, és igenis kell, hogy lássák azt, hogy a művészet az egy mennyire fontos nevelési eszköz. Ugye ez most az oktatás irányításban is egy központi szerepet kap, hogy a művészet oktatásnak nem csak, idézőjelet veszem a csapot, nem csak az esztétikai nevelés a célja, hanem egyéb nevelői funkciója is vannak. És azok a munkák, amik itt szerepelnek, most félig idézem rektorasszonyunkat, aki tavaly nyitotta meg ugyanezt a kiállítást, ugye, és ő is arról beszélt, arról a típusú elmélyültségről, amit ki lehet nevelni egy tanulóba. Az, hogy 100 g papíron, 15 g festékkel, sok-sok órás munkával, és sok-sok-sok órás hetes vagy akár éves tanulmányokkal, nagyon nagy koncentrációval létre tudjon hozni olyan műveket, amiket bátran közzé lehet tenni. Egy apróságot adnám, egy kicsit ilyen színes hírekhez tartozhat talán, csak itt a művészetoktatás és a kreativitás fontosságát hangsúlyozva. Én sokféle bizottságban is benne voltam, vagyok, akik dolgozott a magyar köznevelésen, és a kreativitás, mint fogalom, az most egy ilyen kulcs fogalommá vált. És ismerek ilyen világstatisztikákat. Tehát a világ legnagyobb üzleti szervezetei összefogtak, és ilyen világfelméréseket végeztek, hogy most az üzleti iparágban mik a legfontosabb elvárások. És 5 évvel ezelőtt, 2015-ben még a kreativitás az első 10-ből a 8. helyen állt. Most a 2. helyen van, amit mondjuk egy munkaadó elvár. Nem csak művészetben, mindenhol. A interjú partnerétől, akit fel szeretne venni. Ugye most tényleg ez csak egy ilyen kis villám, hogy életszerűvé is tegyen ezt a dolgot. Mi ezt a saját iskolánkban tapasztaltuk, hogy hozzánk is például egyre több olyan diák jön, ez furcsa és ezen lehet vitatkozni, hogy ez jó vagy nem jó tendencia, de művészeti iskolában sokan úgy íratnak be diákokat, hogy nem feltétlenül művészt akarnak belőle lehet. Hanem azért íratják be, hogy azokat az alapvető kompetenciákat, ami a kreativitás, az együttműködési készség, furcsát mondok, a kudarctűrő képesség, ugye? Ami egy munka során
visszaköszön, ugye? Kedves diákok, hányszor tapasztaltátok meg, hogy nem úgy működik az anyag, ahogy ti akartátok, ugye? És újra és újra neki fogni. Ezek mind nagyon fontos képességek. Mi beszéltünk, tehát hogy tavaly előtt derült ez ki, hogy hozzánk is jár egy kislány, most már végzett, azért merek róla beszélni. Egyszer csak az anyuka bejött hozzánk, és mondta, hogy hát ő most nagyon messzire el fog utazni, és hát most kvázi rám bízza a kislányát, hogy figyeljük oda, meg a nevelésére, stb. Mert ő New Yorkban lesz, ott kapott munkát. Ő lett egy, most nem mondom ki a cég nevét, de egy ilyen világ cégnek a gazdasági vezérigazgatója New Yorkban. És hát ugye kikívánkozott belőlünk a kérdését, akkor miért jár művészeti iskolába a lánya? És egyszerű volt a válasz, azért, hogy kreatív maradjon. És utána ő majd viszi az üzleti életbe, de az üzleti életben is a legnagyobb igény most a leleményesség, a kreativitás, a játékosság. És ugye ilyen szempontból is nagyon érdekes lehet maga a kiállítás, és mindaz, amit most idehoztatok diákként, tanárként is, amit itt látunk, és egy fantasztikus jövőkép állhat előttetek azokkal a képességekkel, amiket tudtatok hozni magatokkal. És nyilván most mindenki arra vár, hogy mikor jönnek már a díjak, ki nyert. Nyilván egy közhelyszerűen fogalmazva, persze aki itt a falon van, mindenki nyert, ez teljesen egyértelmű. Ugye ez is egy közhely, hogy a díjakat azokat nem kapják, hanem a díjakat azokat hagyják. Tehát most nyilván a következő lépés az lesz, hogy kinek adtak díjat. Én úgy gondolom, hogy itt mindenki díjat kapott, aki falra került, hiszen minden szempontból vállalható minőségű munkákat láthatunk, és az is egy nagyon nagy dolog, hogy ilyen széles és országos plénumban nyilvánosságra, idézőjel teszem nyilvánosságra mertétek hozni a munkáitokat. Úgyhogy további sok sikert kívánok mindenkinek, és át is adom a szót majd nagyon becsült kollégámnak, aki majd szakmailag részletesebben fogja elemezni a itt látottakat. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen igazgatónak gondolatébresztő megnyitóját. Azt hiszem, hogy sok értékes gondolat volt, amit érdemes majd továbbvinni, illetve alkalmazni a későbbiekben is. Most pedig ugye szokásos módon a zsűri értékelése következik. Ebben az évben a zsűri tagjai Aknei János, Kossuth és Munkácsy Díjas festőművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének elnöke, ő Szentendrén él, alkot dolgozik. Komisszár János Csokonai és Holló László díjas festőművész. Ő nem haragszik meg, remélem azt mondom, hogy ő kvázi egy kettős állampolgár, hiszen ő részben Mária Póshoz kötődik nagyon sok tevékenységével, és Debrecenben él és alkot. És Rácz Imre rajztanár, Fekete Mori díjas festőművész, ők hárman voltak a zsűriben ebben az évben. Most pedig megkérem Komisszár János a zsűri tagját, hogy zsűri nevében értékeli az alkotásokat. Itt szeretném még megjegyezni, hogy a értékelés, részletes értékelés szövege a weblapon, a diákat weblapján majd olvasható lesz, illetve a megnyitó is olvasható lesz, tehát ott majd el lehet mélyedni az elemzésekben. János, akkor tiéd a Hölgyeim és Uraim, kedves diákalkotók! Engedjék meg, hogy egy kiváló, régiónkban nagyon jól ismert volt publicista költő Vényei József kedves is írásával kezdjem mondani valóban. Az a címe az írásnak a kert. Nézz rám, szólította meg a nyári kertben a japán virs, a fenyőfát. Csupa ragyogás vagyok, fénylik, sugárzik körülöttem minden. A csoda gömbje lettem, te meg olyan szomorú zöld vagy. Nem is zöld, hanem szürke, szürke, szürke. Mit akarsz te közöttük? Neked nincsenek virágai. Látom a tornyot, válaszolta a fenyő.
Látom csikkanni a fehér hasú fecskét és körözni fenn a héját. Oda lent a sötétség van, egy ágamra ül a nap, és ez a legszebb virág. A jegenye hallgatott. Hölgyeim és uraim, itt ezen a kiállításon ugyan nem látunk cikkanó fehér hasú fecskéket, de szerencsére találunk képletesen szólva sok jegenyét és sok fenyőt is. Pontosabban az alkotásainkkal jelentkezőket. Nagyon jó, hogy ez a tárlat lehetőség még megvan és működik. Talán sok emberben megfogalmazódik, hogy mi ennek a tárlatnak a célja. Nagyon röviden a diákalkotó művészet támogatása a középiskolás korosztály képzőművészeti kultúrájának fejlesztése. Sajnos a középiskolai rajzoktatás területén a vizuális nevelés, merjünk kimondani, teljesen elhanyagolt, hatásában jelentéktelen. Ezért is ezt mi is tudjuk, hogy távlatunkra már majdnem szinte kizárólagosan olyan diákok jutnak el, akik művészeti jellegű középiskolába járnak, esetleg olyan szerencsések, hogy településükön van rajzolási, festési témával foglalkozó kör, vagy olyan tehetségesek, hogy szakemberrel, festőművésszel képeztetik magukat. Mi nagyon örülünk nekik, és számunkra mindegy, hogy hol tanulják és képezik magukat, csak jöjjenek és jelentkezzenek jó alkotásaikkal. Mint ahogyan itt van Sándor Eszter Erzsébet, nagyobb méretű tempera alkotásával jelentkezett, mely valójában egy mű másolata. Hans Fass Mad Baby alkotásából egy részlet. Tudnunk kell, hogy a másolatnak a képzőművészet történetében nagyon kultikus, fontos és hagyományot átörökítő feladata van. Érdekes történet például, amikor Raffaello egyik Medici képe megtetszett egy arra menő hercegnek, elhamarkodottan rögtön odaígérték neki, majd meggondolták és másolatot készítettek róla, azt küldték el neki. Ebből igen komoly botrány lett, ha a herceg megharagudott. Érdekességképpen ma Firenzében és Nápolyban Raffaello nevével fényjelezve ki van állítva mind a két alkotás. Darabán Tadél alkotása egy picit beleillik a szakrális festészet válfajába, már csak az aranyszínű háttér miatt is. A kellemes benyomást keltő képecske egy kis kultuszkép, mondhatni magán áhítat. Érzelmileg befogadó elképzelés. Szubjektív, privát képzet. A kis kép nincs kidolgozva, mégis részletgazdag. Engem Alfonz Muhaf cseh festő művészetét juttatta eszembe. Bene Rita, laza, mondhatni, gesztusokkal megfestett tempera képe, drapériával takarózó férfi aktot ábrázol. A kevés színnel megfestett átlós kompozíció színegyszerűsége kellemes, absztrakt jellegű jelleget kölcsönöz a képnek. A képből mintegy kilép a modell. Igen kiváló alkotás. Pálfi Gyula tanítványa Kovács Judit korsós csendélete a barnák és okkerek segítségével az emberhez közel álló használati tárgy megjelenítésével egy sajátos, bensőséges atmoszférát teremt. Nem bonyolódik bele mindenáron való kidolgozásba, s ez által válik festőévé és így értékessé. Az Ószti Németh Dóra Árnyékok című akvarellje tájkép kategóriába tartozik. Az aranymetszés szabályában megkomponált kép elhelyezésében és ágaiban ritmusos facsoportot mutat be, igen kellemesen. Előtér, középtér és háttér megoldása a lehető legegyszerűbben és legjobb szerűen lett elkészítve, a megoldás harmóniát és egyensúlyt áraszt. Az embernek szinte kedve támad besétálni az árnyékos kép előterébe és közelebbről megszemlélni a tárgyat. Minden művészet végső célja az ember megjelenítése. Szerencsére ezen a kiállításon is bőven akad emberábrázolás.
a festészetben az egyszerű képeken egyetlen fókuszpont van, ami általában megegyezik a kép témájával. Ez lehet például egy ülő alapfeje, így van ez gondva a pica, három portré alkotásán is, melyeken a figyelem egyértelműen az arcokra irányul. Rend van a képein, és ezért élik rá Thomas Eliot mondása, azaz végső soron a művészet feladata, hogy hihető rendel, ruházza fel a mindennapi valóságot. Walter Flóra Zita, Erdélyi Hajnal című grafikai alkotása, meseszerű illusztrációként fogható fel. Érdekes kontrasztot ad az út fel, de hangsúlyos vonalata a képen. Albrecht Dürer és William Turner úgy festettek akvarellel, ahogy ma fedőfestékkel szokás, például vassal. Ezt éreztem Szabó Viktória Klára Fóti tájkép alkotása szemlélésénél. Márton Rafael László csendélete már egészen más, mint az előbb említett Kovács Jöviti. Igazi műtermi beállítás, amely a képen szereplő tárgyak anyagszerűségét hűen visszaadja. Ez segíti a jól megválasztott színkezelése, ügyes. Révész Dóra, nyári emléke, szita technikával mesél el egy hosszú történetet, a technika minden szépségének bemutatásával. A szita nyomás végtelenül egyszerű, de mégis nagy szakmai tudást igénylő technika, melyel az alkotás szerint Dóra rendelkezik. Ma már digitális technika segítségével alkalmazzák. A kép nagyon jó komponált és ügyes, raszteres megoldásokat mutat fel. Kedves állatlátogatók, ezen a képzőművészeti kiállítással nem titkolt célunk volt az, hogy különböző iskolákból érkezett alkotók, tanárai, felkészítő mesterei is megismerhessék a többi iskolában műhelyben folyó képzőművészeti tevékenységeket. Így tanítványaik a lehető legmagasabb fokon beszéljék a saját vizuális nyelvezetüket, bebizonyítva ezáltal, hogy ismerik a fonal, a forma, a tónus, a fény, a tér fogalmakat, a színelméletet, és azokat alkalmazni is tudják. A mesterek megismerhetik, hogy másutt a szakértők ezek hogyan és milyen mértékben segítik a tehetségek kibontakoztatását. Különböző közösségek munkái során többféle alkalmazott módszereket ismerhetünk meg, a legegyszerűbbtől a legbonyolultabbakig. Éppen ezért szólnék most ezekről a tehetségműhelyekről. A zsűri négy csoportot emelt ki. Elsőként a Debreceni Kós Károly Művészeti Szakgimnázium alkotó gárdáját. Ezek a diákalkotók az életkoruknak megfelelő önálló hangvételi alkotásokat hoztak létre, ezáltal közelebb kerülnek ahhoz a szinthez, hogy képesek legyenek művészeti főiskolák, egyetemek követelményeinek megfelelni, ahol a felvételi több irányú és igen szigorú. Például anatómiai ismeretekkel is rendelkezni kell, és nem csak ember, hanem állat anatómiájával is. Kiváló állatkoponyát rajzolt, klasszikus grafika eszközével Huha Benjamin és Kovács Donna. Szita nyomattal többen jelentkeztek, előzetesen már szóltam e technikáról. Itt annyit jegyzek meg, hogy eredete vitatható, és biztos, hogy Kínában, Tibetben, Japánban több mint 1000 éves múltja van. A debreceni középiskolások minden évben jelentkeznek, hála Istennek ezzel a technikával. Most Kocsmáros Nikolett és Horváth Laura dicséretesen oldotta meg ezt a feladatot. Cibere Imre Lámpafény című monotípiája Debrecen főterét mutatja be a képzőművészet ma már ritka technikájával. Farkas Titanilla modern torzója, figyelemre méltó alkotás. Ime bizonyít, hogy van önálló elképzelése, gondolatait, élményeit, ötleteit, a festés eszközével másoknak érthető formában tudja közölni és megjeleníteni. Hasonló jó munka Cservenák Gábor és Vágó Vivien alkotása.
műmásolásból Szedei Ferenc alkotása tűnik ki, míg geometrikus portré építésből Tornyi Mónika és Ungvári József. Nagyon érdekesek. A nagy kubistákat juttatják eszembe, Pablo Picasso-t, de maradjunk magyar hírességeknél, illik megemlíteni Lépkei Györgyöt, Szobotka Imrét és a teljesség igénye nélkül Tihanyi Lajos. A másik tehetség műhely a Fóti Népművészeti Gimnázium. Az alkotók bizonyítják, hogy szubjektív vizuális élményeiket képesek megfogalmazni és megjeleníteni festészet és rajzművészet több műfajában. Elsőként Horváth Bence grafik tanulmányát említem. Az anatómia ismeretének fontos szerepe van az emberábrázolás terén a képzőművészetben. Már Leonardo is több ezer rajzot készített az emberi testről, azzal a céllal, hogy ábrázolás szempontjából megvizsgálja a test felépítését, annak működését. Nagyon örülök Bence alkotásának, tehát Horváth Bence alkotásának, de igazi akkor lenne a több hasonló témájú alkotást találnánk ezen a tárlaton. Azért mégis van, és ezért megjegyzem, igaz, hogy nem Fóti, hanem Bajdúköszörményi. Kis Bernadett kiváló koponya tanulmány készített. Ezzel jelezték, hogy hosszú, amit mondok, úgyhogy... A Fóti diákok szívesen alkalmazzák még a tűrfélszer való rajzolást. Ügyesen, így Szabó Viktória, Bekelle Fanni és Pásztor Anna. Viktória nagyon jó karakter megjelenési képességéről tesz tanúbizonyságok a Lovak című alkotásán. Aki lovat tud rajzolni, mindent tud, tartja a mondás, de ez nem teljesen igaz. Sok mindent kell még a minden tudáshoz. Például Pásztor Anna nagyon jó férfi arcot rajzolt absztrakt hálós környezetben. Bekerle Fanni meg a lakóhelye környezetéről készített egy városinteriőr rajzocskát, melyet akár meg is festett ezután. A következő tehetségműhely az Ózdi Deák Ferenc Művészeti Gimnázium. Az alkotók megalapozott vizuális ismeretekkel rendelkeznek, ügyesen alkalmazzák az ábrázoló művészet eszközeit. Szabó Alexa műtermi csendélete és portréja bizonyítja, hogy tehetséges ifjú alkotó mindkét képén bravúrosan oldja meg a színek kiosztását. Figuráinak arányait jól állította be. Ő sem bocsátkozik bele a mindenáron való részletezésbe, ezáltal festőivé válnak a képei. A rajzoktatás során nagyon fontos a belelátó képesség, az alkotó fantázia, a minta és motivum képző, valamint a kombinációs készség fejlesztése. Erre kiválóan alkalmas lehetőséget teremtünk, mint amikor például papírmetszeteket készítünk, és annak segítségével és festés kombinációjával hozunk létre alkotást, mint ahogy tette ez Sándor Panna. Papírmetszete segítségével és két szín, a fekete és a sötét okkel izgalmas, absztrakt képet hozott létre, és biztosan rájött munkálatai során, hogy milyen sok lehetőség van még ebben a technikában. És az utolsó tehetségműhely, akikről szólnom kell, a Hajdúdorogi Szent Bazil Görög Katolikus Gimnázium. Az ifjú alkotók, Darabánt Adél, Bárányt Ruzsina, Farkas Ramona, Lovas Kondor, Zalán, Olá Viktória, Olá Vivien és Szabó István, akik ebben az évben elsősorban a részparc területén jeleskedtek, és választották a feladatnak legmegfelelőbb módszert. Igaz, két nagyon színvonalas ikonalkotást is hoztak, melyek szinte hirdetik, hogy olyan diákok készítették őket, akiknek a mesterük a kiváló tűzománc és ikonművész Monostori Viktória. A következő hét alkotó a zsűri dicséretét érdemelteti. A beküldött alkotások között több portré is található. Ilyen alkotásokat készítettek Szelei Ferenc, Németh Patricia, Bányácski Orsolya, Bandura Olivia,
Posta Klaudia, Nagy Henrietta, Törű Emese, ezek igen jó alkotások. Az arcot, a tekintetet örökítették meg a képzőművészet eszközeivel. Hölgyeim és uraim, a művészet első feladata, hogy megszépítse az életet. Ezt Nietzsche mondta. Kedves tárlatlátogatók, szólnék még több alkotásról, de már így is problémát okoztam, mint ahogy látták. Sajnos az idő nem engedi. Engedjék meg, hogy azért egy aforizmát elmondjak, és ezzel a diákalkotóktól búcsúznék, Margot Jones szavaival: ha bármit akarsz és nagyon akarod, el tudod érni. Türelem, nagyon kemény munka és hosszú küszködés az ára, de megkaphatod. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen komisszár János értékelését, és hogy említettem, a honlapon majd elolvasható teljes részletességgel a zsűri értékelésen. Most pedig a díjak átadására kerül sor, hogy igazgató mondta, akiknek a zsűri adja, tehát nem kapják, ezt most így módosítom a felvezetőt. Előtte szeretném megköszönni azoknak a támogatóknak, akik minden évben lehetővé tesz, hogy szerint ajándékkal is díjazzuk a alkotókiákat, illetve a csoportokat. Ebben az évben is a rendező szervezeteken kívül a Súli Szerz Oktatási Szakértőd, a KFT, a Képzőművészeti Egyetem projektje, maga a Képzőművészeti Gyakoriskola támogatta, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Longfoglit ZRT, a Hajdúszoboszlói Hungest szállodák támogatták a rendezvényt, a Litográfia Nyomda, illetve a Merlin Könyv Kft. Köszönjük nekik, és azt kérjük, hogy tartsák meg szokásukat, és a következő évben is támogassák a diáktáratot. Először a díjazott alkotásokra kerül sor. Megkérem a kollégákat, körülnőket, hogy jöjjenek ide. Hogy könnyebb legyen ott a vezetékeket kikerülni majd, és majd mindig mondom, hogy ki adját a díjat kinek, és akkor az alkotó diákot, illetve itt van a felkészítő tanárát is kérnék, hogy fáradjon majd ide. Elsőként a díjátadással megkérem dr. Koronkai Máriát, a Nemzeti Tehetségségépítő Tanács elnökét, adját a díjat, mégpedig Kovács Julitnak, a Hajdúböszörményi Bocska István gimnázium tanára, vagy tanulójának felkészítő tanára, Pál Figyula. Komisszár János talán egy alkotással is jár a díjhoz. A következő díjátadására Szűcs Tibor igazgatóra kérem meg. A díjazott diákunk Benne Rita, a Debreceni Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium diákja, Tóró József a tanára. Következő díjak átadására majd a rendező szervek vezetőit fogom fölkérni. Elsőként Berényi Szila Ilona igazgatónő. Következő díjazott diákunk Sándor Eszter Erzsébet, a Debreceni Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium diákja, felkészítő tanára Puskás Szabolcs. Tanár úr, itt van-e? Itt van tanár úr. A következő
következő díjátadására megkérem Kónyáné Tóth Máriát, a Sűrű Szerzés Pedagógiai Intézet igazgatónőjét, a díjazott diákunk Németh Dóra, az Ózdi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Szakképző Szakiskolás Műszaki Szakgimnázium Kazincz Barcika felkészítő tanára Kozsuk Beáta. Kulcsán Béla itt van valahol? Igen. Itt vagyunk. Megkérem a következő diátadás, hogy Kulcsán Bélát, a Debrecen Novamon Egyesület elnökségi tagját, Darabánt Adél, a Szent Bazil Görögkatolikus Gimnázium diákja, Hajdú Dorog, Monostori Viktória a tanára. Gratulálunk a díjazott diákoknak. Ugye megszokhattuk már az elmúlt években, hogy a zsűri külön díjakat is ad, egy másik kategória. Itt is 5 díjazott diák, külön díjas diák lesz. Megkérem a díjátadására Komisszár János, a zsűri tagját. Venter Flóra Zita, a Debrecen Ady Endre Gimnázium diákja, Buka László a felkészítő tanára. Tanárunk nincs itt, akkor majd megkérjük. Következő diákadására Rácz Imrét, a zsűri tagját kérem meg. Márton Raffael László, a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium diákja, felkészítő tanár Berkeszné Juszkiewicz Romána. A diák nem tudott eljönni, sajnos megint. Következő diákadására ismételten Komisszár Jánost, a zsűri teget kérem meg, talán ő maradhat is akár, Szabó Viktória Klára, a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium diákja, felkészítő tanára Berkeszné Juszkiewicz Romána. Következő díjátadására Rácz Imrét kérem meg szintén a zsűri tagját. Révis Dóra, a Kóskároly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium Debrecen, Tóró József felkészítő tanár. És az 5. alkotó diák, aki külön díjban részesült, 3 alkotásával is. Kulcsár Bélát kérem meg a díjátadására. Grotwald Vica, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium diákja, Szántó István, a felkészítő tanára. Örülünk, hogy Szombathelyre is el tudtak jönni, és itt szeretném külön megköszönni a Képzőművészeti Egyetem projektjének, illetve a Képzőművészeti Gyakoriskolának, hogy meg tudták oldani, hogy távolabbi részekről is tudjanak lenni a diákok, illetve a tanáraik. Ahogy a zsűri értékelésében elhangzott, csoportdíjakat is szoktunk adni. Ebben az évben 4 olyan alkotó közösség kap csoportdíjat, akiket a zsűri arra ért, úgy értékelte, hogy megérdemli. Az első csoportdíj átadására megkérem dr. Ponkai Máriát. Az első csoportdíjas intézmény a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium. A tanulók, akik ebben a
körben benne voltak Horváth Bence, Márton, Rafael László, Mornelli János Ildikó, Pásztor Anna Tíme, a Szabó Viktória Klára és Vekerle Fanni. Belkesz Nényuszkevics Román a felkészítő tárgyok. Megkérem a diákokat és talán őt, hogy jöjjenek és adjék át a díjat. A következő csoportdíj átadására Benyényi szülegyen igazgatónőt kérem meg, hogy itt van még el, jó? A díjazott csoport a Kóskára Művészeti Szakgimnázium és Kollégium, a tanulók Cibere Imre, Cserny Fanni, Cservenák Gábor, Dézsi Boglárka, Fazekas Titanila, Horváth Eura, Korsváros Nikolett, Kovács Dorina, Muca Benjamin, Németh Patricia, Szelei Ferenc, Tornyi Mónika, Tóth Réka, Ungvári József és Vágó Műjen, a felkészítő tanárok Kohári Tibor, Rózsa István, Tóró József, Nagy Manka Éva, Puskás Szabolcs, Lajtos Néle Kemese, remélem nem felejtettem ki senkit. Tehát gratulálunk, hogy gyakorlatilag 14 év óta rendszeresen adják alkotásaikat. A következő gyerekek, közben a fotók is készülnek. Addig megkérem a következő díj átadót, Kulcsár Béla következik, már mind díj átadásra. Az OSZDI Szakképzési Centrum Deák Ferenc Szakképzőiskolája és Művészeti Szakgimnáziuma Kazinc Marcika, az alkotódiákok Sándor Panna, Simon Gréta, Szabó Alexa, Váradi Alex és Vince Zoltán Aurél, a felkészítő tanárok Kovács Gabriella, Somori Hornyák Szilárd, Kozsuk Beáta voltak. Kérem a díjátadáshoz tárgyanak az itt lévő diákok, kollégák. A negyedik alkotó közösség díjának átadására Kónyányi Tóth Máriát kérem meg. A alkotó közösség a Hajdúdorogi Szent Bazil Görögkatolikus Gimnázium, Darabánt Adél, Bárány Fuzsina, Farkas Ramona, Lovas Kondor Zalán, Olá Viktória, Olá Vivien és Szabó István alkotódiákok, Monostori Viktória a felkészítő tanár, kérem fáradjanak ki. Gratulálunk igazgató úrnak, Szilágyi Gábor Gábor-tának, ő is megtisztelte a létében a megnyitót. És gratulálunk a alkotó diákoknak. Ezzel még nincs vége a diátadásnak. Ugye most már nem tudom, néhány éve hagyomány az, hogy a zsűri és a rendező szervezetek kiválasztanak egy olyan kollégát, felkészítő tanárt, akinek a Hajdúszoboszlói Hungest szállodák egy külön díjat adnak át. Megkérem Varga Gyula általános igazgató helyettes urat, hogy adja át a Hungest Hotelnek a díját, és megkérem, hogy mondja, hogy mi ez a díj, és utána fogom mondani, hogy kik várunk ide. Tisztelettel köszöntök mindenkit, ha egyik rendező helyszínt adó szervezet nevében. A díj az nem más, mint kettő fő részére, kettő éjszakára a Hungest Hotel békeszállodában egy hétvége eltöltése, amire szeretettel várjuk vissza a díjazottat. Nem más, és kérem pár évet átvenni. Szabó István tanár úr, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium tanára.
ugye itt volt, ha jól tudom. Igen, igen, Szántó István, igen. Elnézést, elnézést. Gratulálunk minden alkotó diáknak, felkészítő tanáriknak, az iskoláknak, és most pedig, mielőtt ismét meghallgatjuk a Tamást, a két dalt fog még eljátszani. Előtte a technikai információként annyit, hogy ugye most 11:30 lesz, nem túl soká, meg lehet majd tekinteni a kiállítást, és szokásos módon 12-kor Rácz Imre tanár úr vezetésével át lehet fáradni a Művészeti Központban, ahol a teljes kiállítás anyaga nyilván az idejökön kívül megtekinthető, és a szokásoknak megfelelően még tanár úrtól lehet egyénileg is kérdezni, ő segít ebben, elmondja, hogy mit voltak a szempontok, ad egy kis szaktanácsot is, ha ezt igényük a kollégák, illetve a diákok. Köszönöm a figyelmet, és akkor Tamás, tiéd a mikrofon és a gitár. I could stay forever.
És ilyen jó közegben zenéltek, akkor most egy saját dalomat játszanám el. A dal címe Lose My Mind, és utána pedig majd jó utáját mindenkinek. Tovább szép napot, Kovács Tamás, nagyon köszönöm a figyelmet. Your face, I want to hold your hand.
Kovács Tamásnak, és akkor 12-kor indul a menet a MIF központba. További jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánom mindenkinek, és jövőre ugyanitt a 15-en remélem minél többet találkozunk.